Összművészeti programsorozat az Öregtó környezetében 25. születésnapját ünnepelte az idei esztendőben a Vízzenevirág Fesztivál. Könnyű zenei koncertek 4 színpadon, kiállításmaraton, gasztronómiai élmények, vízi látványsók és egy ingyenes 0. nappal kiegészült hétvége, mely a jótékonyságról szólt. Az időnként záporokat hozó időjárás mellett is több 10000-en fordultak meg a fesztivál területen, legtöbben a hétvégén. Ez egy mini dália, ennek a szirmait beleszórom. A gasztronómiai élményeket és a virágokat ötvözte egy különleges főzősó a Borvár színpadon, az ehető virágok használatával, sőt ízével is megismerkedhetett a közönség. Valójában virággal nem lehet jól lakni, kár is egyébként ezt forszírozni, viszont olyan illata és íze van egyik másik is levélnek, zsenge virágnak, bimbónak, amivel fokozzuk a kulináris élvezeteket, és nekem ez a legfontosabb. Az Öregtó vízén is sok volt a látnivaló, a hagyományos sportprogramok, mint a kékszalag vitorlásverseny vagy az amatőr sárkányhajó kupa is népszerű volt. A sárkányhajó 20 evezősből áll, egy dobosból és egy kormányosból. Az a jó ebbe a sportba, hogy összehozza az embereket, mindegy, hogy hány éves az ember, 9-től 99 évig, és 9-től 99 kilóig is beleülhet az ember, sőt, még azon túl is. Eredetileg a Szentendrei Dunaág látképét színesítették ezek a hatalmas biliárdgolyók, melyek valójában a hajózási ütköző búják mintájára készültek. Vince Otto szokatlan installációja nagy népszerűségnek örvendett, korábban még a velencei biennáléra is meghívták. A várakozáson fölül nagy volt a siker. Én azért számítottam rá, hogy egy ilyen látványközpontú, színes, mozgó, vidám, üde nyári installáció az közkedvelt lesz. Így is lett, de hogy a siker az még ezt is megugrotta, az bizonyítja ezt, hogy egy évvel később a velencei biennáli idejére a Giudecca-sziget partjainál lebegtek már ezek a gömbök, és akkor aztán tényleg el lehetett mondani, hogy nemzetközi figyelem kísérte, ezt az installációt. Azt gondolom és remélem, hogy egy olyan környezetet, egy olyan típusú hangulatot adhat ennek a gyönyörű városnak, amely egy kicsit átértelmezni, egy kicsit fesztivál hangulatba hozza ezt az egész tavat, magát a természeti környezetet, a várat, a fesztivált, és abban reménykedem, hogy a látogatók is díjazzák azt, hogy ilyen erőfeszítésekbe kezdünk mi, civil non-profit egyesületként, és szeretném külön kiemelni azt, hogy olyan alkotást sikerült létrehoznunk, amely semmiképpen nem károsítja a természetet, hiszen ezt a fesztivál után mi vissza fogjuk szedni, és minden marad ugyanúgy, ahogy megszoktuk a régiótatát, de ez a régiótata erre a 3 napra egy kicsit feltúsul. A fesztivál a Nagycsaládosok Országos Egyesületével is együttműködik, ennek köszönhetően a regisztrált tagoknak ingyenes volt a belépés, ezzel a lehetőséggel több mint 1000 nagycsalád élt.